Jó napot kívánok, én dr. Kovács József vagyok, a Kérkoszó vezetője. Megyünk tovább a génmódosított élelmiszer témájában. Sajnos a szervezet immunrendszere az idegen génmódosított fehérjéket semlegesíti. Hiszen az ilyen fehérjék bioszintézise alapján olyan fehérjék termelődnek, amelyek méregként hatnak az emberi szervezetre. Persze az emberi szervezet az nagyon ellenálló valami, és ez a sok méreg, amit eszünk, ez csak lassan-lassan fejti ki hatását. Tehát nem kell attól félni, hogy bemegyünk, megeszünk egy szalámit, és rosszul leszünk, jobb esetben, ettől nem kell félni. Majd szép lassan, évtizedek alatt fejti ki áldásos hatását az étel, amit eszünk. Ha túl sok GMO-s terméket eszünk, akkor az vajon milyen jelenségekkel jár? Nézzük. Az első stádiumban a test felszínén kiütések keletkeznek, és allergiás reakciók alakulnak ki. Ezt hol erre fogják, hol arra fogják. A második stádiumban megjelenik az ember reprodukciós funkcióinak elnyomása, vagyis az ember nem fog sokasodni. A harmadik stádiumban megjelenik a rák. Nem véletlen, hogy a rák ma már népbetegségé vált. És ugye milyen érdekes, állandóan csodaszerek jelennek meg, hú, ez újabb szer, legyőztük a rákot, blablá, rizsa, és minden megy tovább, ugyanúgy, mintha meg se jelent volna a csodaszer. Egyes csodaszereket persze piszok drágán el tudnak adni a bennfenteseknek, akiknek van rá pénzük, aztán, hogy mennyire hat, azt nem tudnak. A tudósok szerint a természetet nem tudjuk becsapni. Tehát ma például van egy óriási veszély a világban, kihalnak a méhek. A méhek hatalmas csoportjait tűnnek el nyomtalanul. Először az USA tudósai találkoztak ezzel a hihetetlen problémával. Amerikában sok veszélyes méhfaj van, amelyek csípése az emberre akár halálos is lehet. Ezek a fajták szinte egyszerre tűntek el. Teljesen világos, hogy a génmutált növények beültetésével hozható ez összefüggésbe, hiszen a méhek nem válogatnak, ők a génmódosított növényekről ugyanúgy begyűjtik a virágport, de hát ugye akkor meggondolhatjuk is, hogy a méz is GMO-s természetesen. De hát ők begyűjtik a virágport a génmódosított növényekről ugyanúgy, és hát ezt ők is ugye feldolgozzák, megeszik, hát nem csoda, hogy hatalmas mennyiségben pusztulnak, az ő szervezetük nem annyira ellenálló, mint az ember szervezet. Köszönjük a Jóistennek, vagy a létrehozónknak, hát ki miben hisz. Köszönje meg neki, hogy ilyen ellenálló az ember. A méhekre visszatérve, ez ma már nem csak az USA-ban probléma, ma már Angliában, Japánban, Kínában is eltűntek a méhek, Kínában már kézzel hozzák a növényeket, hogy legyen termék. Köszönöm szépen, hogy megnéztek. Kérem, lájkoljanak és iratkozzanak fel a csatornára, mert a folytatást rögtön megkapják, viszontlátásra.